A Magyar Nők Szövetségének vezetője, elnöke Alföldi Andrea a vendégünk, kezét csókolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Népszavazást kezdeményeznek a béregyenlőség érdekében, és Emília az előbb egészen elképesztően nagy ollót mutatott, mondd el még egyszer, légy szíves. Igen, tehát a felmérésekből azt lehet tudni, hogy a munkahelyek 60%-a szegregál a férfiak javára, illetve hogy minél magasabb egy nő végzettsége, annál nagyobb az olló a női férfi kereset között, mint egy 30%. Ez így van. Hát több akkor van helye ennek a kezdeményezésnek. Így van, de mielőtt még elkezdjük, hadd mondjam el, hogy ez a népszavazási kezdeményezés már elindult, hiszen a Magyar Nők Szövetsége a tegnapi nap folyamán azt jelentettük be, hogy a Vágó Gábor civil aktivista kezdeményezéséhez csatlakoztunk. Természetesen a mi népszavazási kezdeményezésünk már csak jövőre fog megvalósulni, de tulajdonképpen az ő kérése, ami az állami szektorban lévő vezetőknek a bérét érinti, ugyanúgy lehet csatlakozni, hiszen ha megnézzük, hogy az állami tulajdonú cégeknél hány nő van, nem tudom, hogy tudják-e, 99%-ban férfi, egy darab női vezető van. Nem kell ezt menni a magyar parlamentbe, ha megnézzük, hogy hány nő van, rendben van, de nem félnek-e attól, most amit említett, hogy az, amit említett, hogy az Emília és az én fizetésem, Zsuzsinak és Bélának a fizetése legyen ugyanaz, ha ugyanazt a munkát végzik, ez azt mondom, hogy egy civil kezdeményezés, és mindenki azt mondja, hogy igen, ez így legyen, egy hölgyet azért ne lehessen hátrányosan megítélni, mert hölgy és nem férfi. Ugyanakkor az, amit említett a Vágó Gábor kezdeményezésével kapcsolatban, az mégiscsak egy politikai sík. Igen, de a politikai sík tulajdonképpen pont az a lényeg, hogy ahhoz nagyon sok szállal lehet kapcsolódni. Az általános bérrendezés ügye, az benne foglaltatik a nemek közötti bérrendezésnek az egyenlőségi ügye is. Tehát ezt sokféleképpen lehetne megtámogatni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, egy civil szervezetként azért támogatjuk, mert egy társadalmi szemléletváltás is szükséges, többek között az, hogy a nők és a férfiak egyenlőek, nem csak a munkában, az oktatásban és mindenfajta területen, a bérek ügyében is. Például ott volt az az adat, hogy például az újságírók között minimum átlagban 18% bérkülönbség van, ugyanazzal a diplomával, ugyanazon munkavégzés területen mégis mást kapnak. Természetesen az állami szektorban jobban lehet szabályozni ezt a kérést, ezért nagyon fontos a Gábornak a kezdeményezése, hiszen ott példát kellene mutatni. A másik dolog, ami nagyon fontos, és visszahallottuk folyamatosan a vidéki tagjainktól, hogy valahol az mégiscsak megtiszteltetés és bizalommal kell, hogy legyen, hogy egy nemzet polgárai rábízzák valamelyik nagyon nagy multinacionális cégnek a vezetőjére mondjuk egy közvagyont, tehát a BKK, vagy a MÁV, vagy a Posta, most gondoljunk bele, hogy mindig azzal találkoznak az emberek. Van véleményük, hogy megérdemli-e az a vezető, vagy azok a vezetők megérdemlik-e azt a bért, amit tulajdonképpen nyújtaniuk kellene. De praktikusan akkor hol tart ez a kezdeményezés? Tehát megfogalmazták a kérdést, és gyűjtik az aláírásokat? Elárulom, hogy a Magyar Nők Szövetsége folyamatosan a választási bizottságban az elmúlt időszakban, főleg emberkereskedelem vagy a modern rabszolgaság ellen más civil szervezetekkel adott már be kérdést, csak elutasították. A Vágó Gábor civil aktivista kérését mi befogadtuk, szervezeti és infrastruktúrális hátteret adunk neki, hiszen egy személy nem tudja ezt mindezt megvalósítani, és ezzel is bátorítani szeretnénk minden civil szervezetet, hogy ne csak pártok, hanem civilek is álljanak be az ügybe. Tehát tulajdonképpen a nőket kérjük, hogy minél többen írják alá ezt. Melyik az a szektor, ahol a legnagyobb ez a bizonyos bérolló, vagy pedig a hogyan állunk a munkavállalóhoz olló? A versenyszférában. A legnagyobb az informatika, kereskedelmi és az értékesítési területen 30% az átlag. És ez mindig a férfiak javára? Így van. Vannak olyan területek, például az oktatáson belül bölcsödei vagy óvónői egy-egy olyan szakmákban, amelyben természetesen, mivel a nők koncentrálódnak ezen a területen, ott természetesen nekik van előnyük. Hadd kérdezzek valamit, kiállnak egyébként a férfiak jogait? Ér is ilyen esetekben például? Tehát, mert kiállsz a mi jogainkért, ezt mondtad az imént. Így van, és vállalom is, hogyha valaki ugyanolyan munkát végez, ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan színvonalon, ne kapjon kevesebbet, mint én, csak azért, mert hölgy, mindjárt megbeszéljük, hogy ez
egészen biztosan így van ebben a televízióban is, de ha én például most tudom, hogy ritka az eset, de ha bölcsődei dadának jelentkeznék, és azt mondanák, hogy bocsásson meg, a hagyományok miatt nem férfira vágyunk, akkor ugyanúgy kiállnak, érted? Persze, hiszen ez a lényeg, hogy egyszer és mindenkorra mindenki megértse, hogy a nők és a férfiak egyenlőek, tehát emberi jogilag és minden területen, hiszen az emberiségnek két neme van, és azok egyenlőek, ha ezt megértik, akkor... Egy nagyon gyors kérdés, mert arról a részéről még ennek a kérdésnek nem beszéltünk, hogy az alacsonyabb bérrel alacsonyabb nyugdíj is jár utóbb. Egy uniós jelentés szerint 40%-os a különbség van, a férfiak, és ez itthon is így van? Így van. Az Európai Bizottság 2016-os jelentése szerint, bár egyes szakértők számomra azt mondták, nyugdíjszakértők, hogy ez sokkal magasabb is lehet. Egyszerűen arról van szó, hogy aki például közmunkában, vagy folyamatosan egy minimál béren bejelentett, az természetesen, mivel most már 40 év után el lehet menni nyugdíjba, tehát rövid a munkavégzés időszaka, lehet, hogy még nagyobb különbségek ez a bevételi oló csak nyílik. Számtalanszor fogunk még erről beszélni. Egy dolgot hadd áruljak el önnek. Pécsett a női kosárlabda meccseken egy időben úgy jártak 6000-en, hogy a férfi meccsekre pedig 6-700-an. Tudja miért? Azért, mert sokkal magasabb színvonalon játszottak, vagy sokkal jobb kupákban játszottak a hölgyek. Ezért a pécsi hölgyek mindig nagyobb megbecsülést, hogyha nézőszámot ennek veszük, örventek, mint a férfiak annak idején. Vissza fogunk térni. Köszönöm számtalanszor szépen. Erre és a témára. Minden női sportcsapatnak. Így van, és minden férfinek is. Így köszönöm van. Szépen. Köszönöm szépen.